Five hundred and forty thousand American troops and thirty one thousand died there. Using an apple tube is very easy. For the truth to sink in, we gotta catapult the propaganda. Én egyből meg is válaszolom azt a kérdést, hogy aki türelmetlen, annak ne kelljen sokat várni, hogy az óriások igenis léteztek. Azért mondom ezt, mert az írások, az úgynevezett Biblia egyértelművé teszi, hogy ezek a lények valósak, és a történelmünk egy bizonyos pontján rengeteg problémát okoztak a világban. Az, hogy ma léteznek-e, azt nem tudom, de valószínűleg igen. Megpróbálok erre is valamiféle magyarázatot adni ebben a videóban a későbbiekben. Villám gyorsan annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ha valaki azt mondja, hogy ez egy mese, az egész Biblia egy mese, és kitaláció, vagy emberek írták, én ezt elfogadom és tiszteletben tartom, sőt azt mondom, hogy nekem mindegy is, hogy ki mit gondol. Viszont ezt a kijelentést teljes bizonyossággal elmondhatjuk azokról az űrlényekről és különböző teremtményekről, amelyek létezésében az emberiség túlnyomó többsége ilyen vagy olyan formában hisz. Sőt, nem hogy hisz, hanem rengetegen meg vannak győződve, hogy mi nem vagyunk egyedül az úgynevezett világegyetemben. A hívők számára annyit hozzátennénk, hogyha elfogadjuk azt, hogy a teremtő a föld porából gyúrta az első embert, kivette az oldal bordáját és abból megteremtette a nőt, majd pedig egy érintetlen nő által világra hozta a fiát, akkor miért olyan nehéz elfogadni azt, hogy óriások léteztek? Én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy azok a bizonyítékok, amelyeket láthatunk az óriások létezésével kapcsolatban, azok igazak. Ennyi idő után bizonyára mindenki tudja, hogy én kétkedéssel fogadok mindent, ami bizonyítékként a világban létezik. A fényképeket különösen. Azt is tudom, hogy a világot uraló és irányító elit több lépéssel előttünk jár, és mindent megtesz annak érdekében, hogy félrevezessen minket. Hogy miért, arról már rengeteg szó esett, de a lényeg az, hogy amennyiben nem lehet meggátolni azt, hogy az emberiség megtudja az igazságot, a legegyszerűbb és a második legjobb megoldás az, hogy félrevezetjük őket úgy, hogy elárulunk nekik annyi igazságot, hogy megbízzanak bennünk, a többit pedig hazugságokkal helyettesítjük. Az, hogy az óriások léteznek-e ma, az csak attól függ, hogy mi az, amit óriásként definiálunk. Hogy néhány dolgot ezzel kapcsolatban, ez a Arcanon.hu és az óriás definíciója. Óriás az emberhez hasonló, de nála sokkal, vagy többszörte nagyobb, termetű és erősebb, rendszerint félelmetes, képzelt, Mesebeli lény, vagy hatalmas termetű rendszerint nagy erejű férfi, vagy ritkábban nő. Harmadik, a maga nemében nagyon nagy, rendkívüli méretű tárgy, vagy pedig dolog. Google egyébként egyetért ezzel, és elárulja nekünk azt, hogy ez egy képzeletbeli, vagy pedig mitikus lény, amely emberformájú, azonban annál sokkal nagyobb. Amennyiben valakinek ez nem elég, megmutatom, hogy Merriam Webster mit ír erről. Hatalmas méretű és erejű, legendás emberformájú lény ezen kívül egy nagy méretű élőlény, vagy pedig egy különleges erejű ember. A harmadik meghatározás szerint valami, ami szokatlanul nagy és erős. Az emberiség mindig is megőrizte ezt a rajongását az ember feletti nagyságú és erejű lények felé. Villám gyorsan hagyjuk néhány filmet. Ez az egyik, ez 1981-es időbanditák, amelyben egy óriás szerepel. Biztosan mindenki emlékszik az Adams Family-re, ebben Lurch szintén egy óriás karakter. Következő a 2005-ös Nagyhal, amelyben a félreértett óriásról van szó, aki szintén egy ilyen hatalmas termetű ember, ugye 12 láb magas. Gulliver ismerős mindenkinek, ez egy 2010-es feldolgozása ennek a történetnek. Ezután Jack az óriás elő 2013-ból, a drágám a kölyök marha nagy lett 1992-ből, és 1958-ból az 50 láb magas nő támadása. Ezek mellett, hogyha valaki óriásokról szóló filmet keres, akkor abban nincsen hiány. Itt van egy lista ezekből, 2017-ből az I Kill Giants, ez a 2013-as Jack az óriás ölő. Én nem ismerem, de 2016-ból itt van a BFG, Godzilla King Kong, illetve még néhány, ez a tűzgyűrű, ahol óriás robotok harcolnak, óriás űrlények ellen, különböző óriás rovarok és nagyméretű állatok ellen harcol az emberiség, ezekben a filmekben Frankenstein Godzilla ellen, Godzilla King Kong ellen, King Kong mindenki ellen, a Kyklops, Cloverfieldet, aki esetleg látta, az emlékszik abban ezekre a hatalmas lényekre. De ezek a filmek itt mind-mind arról szólnak, hogy valamilyen nagyméretű lény megtámadja a Földet, és az emberiség ezek ellen harco. Wikipédia összegyűjtött néhány filmet, ezekből itt van ABC sorrendben, a 300-ban láthatunk egyébként óriásokat, Titán támadásban szintén, de itt vannak felsorolva mindezek a filmek, amelyben ilyen vagy olyan módon előfordulnak. Ezek a hatalmas méretű és hatalmas erejű élőlények, amelyeket mi úgy nevezünk, hogy Óriások. Azt szeretném megmutatni, hogy óriások léteznek a valóságban, nem csak a történelemben, hanem jelenkorban is. Hogyha valaki háznagyságú embereket vár, akkor azokkal nem nagyon lehet összefutni. Persze ez nem jelenti azt, hogy ők nem léteznek. Amit viszont tudunk, az az, hogy igenis, élnek közöttünk óriási, hihetetlen méretű emberek. Azt akarom mondani, hogy ezek azok az óriások, amelyekről az írások írnak, vagy ezek a filmek szólnak, igenis, meg nem is. Nyilván nem szó szerint ezekről az emberekről van szó, és azt sem állítom, hogy ezek azoknak a leszármazottai. Amit mondok az az, hogy a bizonyíték szerintem egyértelműen azt támogatja, hogy igenis léteznek, közöttünk és élnek ezek az óriások. Néhány képet hagymutassak, mert én érdekesnek találtam, miközben ezt a témát kutattam azokat, amikre rábukkantam hogy ezek közül mennyi igaz és mennyi hamisítvány, azt nem tudom, de hogyha valaki elfogadja azt, hogy ez a kép bizonyítja, hogy a Föld egy gömb, vagyis bocsánat, egy geoid, ami gömbnek néz ki, akkor miért ne fogadhatnánk el ezeket a képeket bizonyítékként arra, hogy az óriások igenis léteznek és köztünk élnek? Biztos vagyok abban, hogy méretüknél és erejüknél fogva fontos szerepet töltöttek be a társadalomban. Nem véletlen az, hogy mind a mai napig ez a különös vonzódás és csodálat megmaradt az emberiségben az óriások felé. Lehet természetesen azt mondani, hogy ezek a képek mindegyike hamisítvány vagy mese, és csak azért hozták létre őket, hogy félrevezessen minket a jövőben, meg akkor. De én nem találom annyira hihetetlennek, hogy ilyen méretű emberek léteztek és léteznek, főleg úgy, hogy a bizonyíték egyértelműen ezt támasztja alá. Mindennyian ismerünk olyan embereket, vagy találkoztunk olyan emberekkel, akikre azt mondhatnánk, hogy átlagnál nagyobb termetőek, még ha nem is feltétlenül óriások. Mielőtt megértettem, hogy hogy működik a világ valójában, is, melyek azok az erők, amelyek az életünket irányítják, uralják, illetve mozgatják, csodáltam a fantasztikus filmeket, vagy a tudományos fantasztikus filmeket, és azon töprengtem, hogy hogyan lehetséges, hogy egyes embereknek ilyen fenomenális fantáziájuk van. Hogyan képesek egyesek előállni olyan ötletekkel, amelyeket látunk ezekben a filmekben? Aztán idővel, ahogy kiderült az igazság, és ahogy folyamatosan a teremtő mutatja meg azt, nekem rájöttem, hogy mi is az, ami valójában történik. Az élet valóban különösebb és hihetetlenebb, mint az úgynevezett tudományos fantasztikum. Azért, mert a tudományos fantasztikum gyakorlatilag az életből táplálkozik. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tudományos fantasztikum, a legendák és a mítoszok világa az, aminek segítségével az elit kordában tartja az emberiséget. Elhitetik az emberekkel, hogy mindazok, amiket látnak a filmekben, az a képzelet szüleménye, és semmi köze nincs a valósághoz, sőt, ha valaki hisz abban, akkor az gyakorlatilag mesékben hisz. A hihetetlen vagy a valószerűtlen az egyáltalán nem akadály. Az, hogy mi a mese, és mi nem, azt meghatározzák az emberek számára. A propaganda segítségével a világot uraló és irányító elit az, aki szabályozza a valóságot. Az, hogy valami nevetséges, az nem azt jelenti, hogy az nem létezik vagy nem létezhet. Az csak azt jelenti, hogy a programozás hatására mi úgy vélekedünk arról a dologról, hogy nevetséges. Mondok egy példát erre. Az űr. Soha senki nem látta a saját szemével, nem tapasztalta, nem jártott. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy az emberiségnek egy hatalmas, hányada úgy gondolja, hogy ez a valóság csak azért, mert ezt látja a tévében, a médiában, erről tanult az oktatásban. Ezzel ellentétben az óriások az egy mese. Annak ellenére, hogy gyakorlatilag nap, mint nap látjuk őket a szemünk előtt. Nem csak, hogy látjuk őket, hanem csodáljuk a különböző fizikai képességeiket. Mégis, ha a téma előkerül, hogy óriások éltek valaha közöttünk, akkor a legtöbben ezt nevetségesnek fogják találni, és elvetik úgy, mint tudományos fantasztikum. Ezen a ponton még egy dolgot hagytérek hozzá ehhez a videóhoz, az pedig az, hogy én nem bizonyítani szeretném, hogy az óriások léteznek, mert nem lehet bizonyítani, hogy léteznek. Kb. úgy, ahogy nem lehet bizonyítani az sem, hogy az emberek a majmokból származnak, vagy hogy létezik az űr, vagy akár azt, hogy a föld egy gömb. Én csak néhány érdekességet akarok bemutatni, és aztán mindenki eldönti majd magának, hogy mi az ő véleménye. Értem, hogy a legtöbb embernek nincsen ideje arra, hogy elvégezze ezeket a kutatásokat, úgyhogy én próbálom megkönnyíteni mindenkinek az életét. Az elmúlt néhány képpel nem azt akartam bizonyítani, hogy ezeket az óriási könyveket, óriások írták, készítették, olvasgatták, csak egyszerűen érdekesnek találtam, hogy léteznek ilyen nagyságú könyvek. Úgy tűnik, hogy mindenféle műfajban gyártanak ilyen könyveket, és nem csak a régi időkben, hanem egészen a mai napig. A lényeg az, hogy szerintem érdekes. Aki mindez idáig kitartott, gondolom az kíváncsi arra, hogy mi is az, amit szeretnék az óriásokkal kapcsolatban mondani. Úgyhogy nem is húzom az időt tovább, hanem megmutatom, hogy a magyar katolikus lexikon mit mond ezekről a lényekről. Óriás vagy a görögben gigász a kifejezés. Az első jelentése a görög mitológiában mindig többes számban gigászok a föld fiai. Anyu Gea, a föld istennője, adjuk a megsebzett Uránosz, aki vérével termékenyítette meg a földet. A mitológiában egyes mondákban Zeus segítői voltak a titánok ellen, más változatokban pedig föllázadtak ellene, hogy bosszút álljanak a titánokért. Ha valakit érdekel, hogy kik a titánok, akkor elmondom, hogy Gea a kezdetben a Földistenő és Uranusz az Ég Istenség 12 gyermeke volt, 6 fiú, 6 lány Istennő. Egymás között házasodtak, a nevük Okeánosz, Ő volt a tenger, Tétis a harmat vagy a nedvesség, Hiperion a fény, Thea sugárzás, gyermekeik Helios, a nap, Szeléne a hold, Eos a hajna, Chaos az égi sarok és Fébé a ragyogás, gyermekeik Letos sötét éj, és a sztéria a csillagos ég. Kronosz az idő, rea pedig a mozgás. A harc mi másért folyhatott volna, mint az ég birtoklásáért, és rajtaütésszerűen támadtak az Olymposon lakomázó istenekre, akinek csak állati formát öltve sikerült elmenekülniük. Végül Zeus győzte le őket villámaival, és a tartaroszba taszította őket, tartarosz egyébként az, amit a Bibliában pokolnak hívnak. Az írásokban vagy az úgynevezett Bibliában először berasít, vagy egy mózes hatos fejezetben jelennek meg az óriások. A négyes vers így szól, az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is. Ezen a ponton hagyja javasoljam azt, hogy aki még nem látta is érdekli, ez a téma részletesebben, illetve egy másik perspektívából, az mindenképpen nézze meg, az és ami Noé napjaiban lett, úgy lesz az emberfiának fiának napjaiban is nevű lejátszási listát, melyben mindössze három videó található. Mielőtt tovább haladnánk, nézzük meg ezt a kifejezést, óriások. Ez H5303, ne fillim. Azt valószínűleg tudja mindenki, hogy a Héber az piktografikus volt a kezdetekben, azaz különböző ábrák jelenítették meg a különböző betűket, és minden egyes ábrának volt egy számértéke, illetve egy jelentése. Ez a jelentés általában inkább egy jelentés csoport, amely egy fő téma köré rendeződött. Nefilém esetében a kezdőbetű az egy nun, ami itt található, egy n betű, n hang, és ez egy magot jelképezett. A mag az az élet, vagy pedig a folytonosság. Következő hang ez a p, ami p vagy f, és ez egy száj, beszélni, dicsérni, de egyébként szétszórni, vagy szétfújni valamit. Ez követi egy jod karakter, ami kar, kéz, és a jelentése munka, munkásság, cselekedetek, illetve egy lamed, mint vezető, pásztorbot, tanító, vagy pedig védelmező. A jod és a mem a végén a többes számnak a jele. Rendkívül érdekesen alakult át a ne fél szó jelentése. Az életet, az élet folytonosságát szétszóró, vagy szétfújó cselekedetek és tanítás. Ha tovább olvasjuk, hogy mi is az, amiről a szó van itt egy Mózes 6. 4-es versben, akkor láthatjuk, hogy pontosan ez történt. Elohim fiai bemenének az emberek lányaihoz, és azok szülének nekik. Ezek a ma hatalmasok, kik elejétől fogva híres neves emberek voltak. Elohim fiai ebben az esetben a Malakhim vagy az angyalok, az üzenet közvetítők, ember és a teremtő között. Hogy honnan veszem ezt, azt meg fogjátok tudni az imént említett lejátszási listába. A probléma oka a Földön, legalábbis az egyik, az volt, hogy Elohim fiai, az angyalok és az emberek lányai fizikális kapcsolatot létesítettek, melyekből gyermekek születtek, és ezek lettek a nefilim, óriások. Ez volt az a tanítás és cselekedet, mely szétszórta, szétfújta az életet. Ha megpróbáljuk kinyomozni, hogy honnan ered a nefilim szó, akkor eljutunk a nafal szóhoz, ami annyit tesz, hogy esik, leesik, beleesik valamibe, átesik, ráesik, vagy pedig a sors ugye ráesik valamire, hullik, elesik, elhullik. Ezek a karakterek, a nefilim, vagy az óriások tehát bukottak voltak, elesettek, elhullottak, akik azokból a cselekedetekből és tanításokból születtek, amelyek az életet szétszórják. Villám gyorsan szeretném megmutatni, hogy mi az, amit Hanok vagy Énok ér ugyanerről a történetről. Azt mondja a hatos fejezet egyes versben, és lőn abban az időben, miután az emberek fiai megsokasodának a földön, hogy lányaik születtek, akik bájosak és szépek voltak. És amikor a Malakim, vagy az angyalok, az egek fiai, Elohim fiai, az előbb olvastuk, látták őket, kívánkoztak utánuk, és így beszéltek egymás között? Menjünk és válasszunk feleségeket magunknak az emberek lányai közül, és legyenek gyermekeink tőlük. Ezután mind megesküdtek, és a rájövő átkok alá közösen kötötték magukat. Teljes számban kétszázan voltak, és Jared idejében alászálltak az Ardisra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Ezt a jelenetet mindenki rengetegszer látta már, csak esetleg nem gondolt rá így, vagy nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget, de az, amikor megérkeznek Elohim fiai Hermon hegyére, az egy nagyon is ismerős jelenség mindannyiunk számára. Hetes fejezetben így folytatja a Ők és a velük levő többi, az imént felsorolta, hogy kik ezek pontosan, malakim vagy angyalok feleségeket vettek magukhoz, mindegyik azt, akit választott magának, elkezdett bejárogatni hozzájuk, és velük háta. Aki nem ismeri vagy nem fogadja el Hanok könyvét, nem probléma, azonban rengeteg érdekes információ található meg ebben a könyvben, ezekben az írásokban, és én nem találtam olyat, ami ellentmondott volna azzal, amit a kánonban olvashatunk. Ugyanez a helyzet itt is. Hanok biztosít számunkra egy részletesebb krónikát, hogy jobban megérthessünk bizonyos eseményeket, amelyeket olvasunk különösen teremtés történetben, amelyen a kánon igen gyorsan áthalad. Ugyanazt a szót használja egyébként, maga a Biblia is, bemenének hozzájuk, ez bo, bejön, megjön, belép, megérkezik valahová valahova járul. Oda megy valakihez, és kapcsolatba kerül, közösséget keres valakivel. Bejön, befolyik, jön, lemegy, múlik, úgy, mint az idő. Valami jár valamivel. De az írások a szexuális kapcsolat szinonimájaként használják. Hanok elmagyarázza, hogy mi ennek a tettnek a következménye, ez egy bűn természetesen, azt tudjuk, hiszen átok alá sodorták magukat, sőt elvállalták ezt önként. Megtanították őket úgy, mint hogy az embereket varázslatokra, mint mágiára, amit ma tudománynak hívunk, bűveletekre, gyökereket vágni, ezt orvostudománynak, megismertették velük a növényeket, ez pedig drogna. Azok teherbe estek tőlük, és hatalmas óriásokat szültek, kiknek magassága 3000 könyök volt. Háromféle utódot szültek, először óriásokat, az óriások a nefilimet, és a nefilimek pedig az eliudot ezek nagyságukkal arányban növekedtek. A teremtő nem sötétségben akart minket tartani, vagy tudatlanságban, hanem egyszerűen tisztában volt azzal, hogy mi az a tudás, ami számunkra fontos és szükséges, és mi az, ami nem. Ha mindenki a szívére teszi a kezét, akkor rájön arra, hogy az, amit ma tudománynak hívunk, az jó rész szükségtelen számunkra. Persze, nyilván mindenkinek az jut eszébe, hogy jaj, hogyha nem lenne tudomány, akkor nem lenne telefon, internet vagy számítógép sem. Persze, hogy nem lenne, de nem is nagyon lenne rá szükségem, hogyha ezek nem lennének. Megvoltak az emberek ezek nélkül nagyszerűen. Ez igaz mindenre, amit mi tudománynak hívunk. Autóra, vonatokra, közlekedésre, úgy általánosságába véve, az oktatásra, a médiára. Azt kell, hogy mondjam, hogy az orvostudományra is. Mi azonban úgy vagyunk programozva és szocializálva, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a legfejlettebbek a történelem során. Elhittük és elhiszük azt, hogy a történelem az egy folyamatos fejlődésről szól, és az ember egyre és egyre okosabb lesz, intelligensebb és jobban megismeri a világot. Azonban sajnálatos módon ennek az ellenkezője igaz. Mi egyre távolabb és távolabb kerülünk a valóságtól, és egyre kevesebbet és kevesebbet tudunk arról. Mi mesékben hiszünk tudományos fantasztikumban, abban, hogy egy gömbön élünk, amihez hozzáragadt a víz, meg a levegő, és ehhez hozzá csatlakozik a vákum úgy, hogy ez az egész az űrben a semmiben kering, ahol emberek fejjel lefele élnek Ausztráliában, és gyakorlatilag mi beszélő majmok vagyunk. Nézzük, hogy milyen problémákat okoztak ezek az óriások. Felélték az emberek minden termését, írja Hanok a hatos fejezetben a négyes versben, amíg azok nem bírták őket tovább eltartani. Ekkor az emberek ellen fordultak, hogy azokat falják fel, és elkezdtek bűnöket cselekedni a madarak, az állatok, a csúszómászók és a halak ellen is, és egymásnak estek, hogy felfalják egymást és megitták a vért, a föld pedig vádat emelt a törvénytelenek ellen. Biztos vagyok benne, hogy ez mese a legtöbb ember számára, de én azt szeretném, hogyha elgondolkozza mindenki komolyan azon, hogy honnan is tudja, hogy mi a mese, és mi a valóság, mi a bizonyítéka arra, hogy ez a szuperhős, akit Mátyás királynak nevezünk, egyáltalán létezett. És akkor rá fog jönni arra, hogy semmi? Egyszerűen csak ezt tanulta. Ez az, amit a legtöbb ember elfogad, kész ténynek, és ez alapján éli az életét. A történelem tele van ilyen legendákkal, ilyen képzeletbeli karakterekkel mesehősökkel és mesebeli történetekkel, amelyek azután átalakulnak valósággá a történelem folyamán. Még egyszer hagytérek vissza azokhoz, akik elfogadják az írásokat úgy, mint igazság, és azt állítják, hogy ez az egyetlen igazság. Gyakorlatilag minden úgynevezett keresztény ebbe a kategóriába kell, hogy tartozzon. Különösen a nem katolikusok, mert nekik el kell fogadniuk a szóla szkriptúrát, ami azt jelenti, hogy csak az írások az, ami igazság illetve hogy a kanonizált írásokból nem csak hogy megtudható az igazság, de megismerhető a teremtő maga is. És csak ebből? Ez a kifejezés nefilim kétszer fordul elő az írásokban, az egyik, amit megnéztünk az előbb 1 Mózes 6.4, a másik pedig Bamipár, vagy 4 Mózes 13.34. De nézzük a 33-astól, mely így szól, és a rossz hírét vivék annak a földnek, amelyet megkémleltek volt, el vagy Izrael fiaihoz, mondván, az a föld, melyen által mentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit. Ez szó szerint azt jelenti, hogy a kál eszik, táplálkozik, fogyaszt, elfogyaszt, vagy mint táplálékot magához vesz, de egyébként felfa, vagy fa, megemészt, elpusztít. Biztosan emlékszik mindenki, mi az, amit Hanok írt a könyvében, ezek felélték, vagy felfalták, felemésztették az emberek minden termését, amíg azok nem bírták őket tovább eltartani. Ekkor az emberek ellen fordultak, hogy azokat falják fel. Az egész nép is, amelyet láttunk, azon szálas emberek. Ez mi mely mérés kimérésre egyébként méret, mérték, úgy, mint hogy méretes emberek, kiterjedése nagyok, hosszú, hosszúság, vagy pedig ruha öltöze. A probléma egyértelműen az volt, hogy akikkel találkoztak ezen a területen, ami itt van, ez ugye Hamát, a Jordán, illetve maga a Hanán földje, ezek az emberek szó szerint óriások voltak. A 34-esben pontosan erről beszél. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk. Ezt nagyon nehéz lenne másképp megmagyarázni, mint hogy ezek az emberek óriások voltak szó szerint. Nagyobb méretű és erejű emberek, mint egy normál ember, vagy legalábbis, mint amilyenek az izraeliták voltak. Kicsivel korábban a 29-es versben azt olvashatjuk ugyanezektől a kémektől, hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, a városok erősítve vannak, és felette nagyok, sőt, még anák fiait is láttuk ott. Ez az erős, ez egyébként az, úgy, mint hogy heves, vagy pedig vad, félelmetes, ijesztő, rettenetes. Ez a nép, ez egy félelmetes, ijesztő, rettenetes nép, amely ott lakott ezen a földön. Mikor arról beszél, hogy a városok erősítve vannak, akkor azt mondja szó szerint, hogy megközelíthetetlenné vannak téve ezek a városok. Elérhetetlenek, vagy meg vannak akadályozva az emberek. Sőt, felettébb nagyok ezek a városok. Erős, tekintélyes, jelentős. Úgy tűnhet számunkra, hogy az izraeliták ismerték ezt az anákot, illetve az ő fiait, úgy beszélnek róluk, mint akik tisztában vannak azzal, hogy ezek milyen karakterek. 32-es versben azt mondják a férfiak, akik visszatértek, hogy nem mehetünk fel azok ellen az emberek ellen, a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. Én ezen a ponton azt javaslom mindenkinek, hogy kitartás, és ne adja föl senki, mert a végére össze fog állni a kép, hogy mi is az, ami történt és történik, mind a mai napig. Láthatjuk tehát, hogy kialakult egy probléma. Elohim fiai, az angyalok és az emberek lányai kapcsolatot létesítettek, ezekből óriások vagy nefilim született, akik uralkodni kezdtek a földön. Ha valaki megfigyeli a Károli verziót, akkor 5 Mózes vagy Debarim második fejezet 10-es versben ezt olvashatja. Az emeusok laktak abban, annak előtte nagy nép sok és szálas, mint az anákok. Ez a szálas, ez rum, magasan van, magasban van, vagy büszke, magasnak, vagy pedig magasan lenne. Az anákok pedig anakim. Az anakim egy kánaáni óriás termetű törzs tagja, akiket a honfoglaló izraeliták nagy részt kiirtottak anák leszármazottai. Anák egyébként hosszú nyakút jelent, magas, óriás. Maga a szó az 60-60, és azt jelenti, hogy nyakas, vagyis magas ember. Későbbiekben Mosé vagy Mózes 5. Mózes-Dabari első fejezetben feleleveníti ezt a történetet, és azt mondja a 28-as versben, hogy így jöttek vissza a kémek, hogy azt mondták, hová menénk fel mi. A mi Atyánk fiai megrettenték a mi szíveinket, mondván az a nép nagyobb és szálasabb nálunknál. Ez gdol vagy gödlá, nagy, hatalmas, magas, erős, tekintélyes, sok nagy számú a városok pedig nagyok, ugyanaz a szó, és megerősítettek az égig, még anák fiakat is láttunk ott. Ez a megerősítettek az égig azt jelenti, hogy megközelíthetetlenné vannak téve, meg vannak erősítve. Az izraeliták tehát ismerték, hallottak és tudtak erről a népről, akiket anák fiainak neveztek, vagy más néven nefélimnek, óriásoknak. Az Emeus egyébként szintén óriás termetű őslakosa Moab területének, jelentése rém, rémek vagy pedig rettegés okozói. E mim, majdhogy nem szó szerint ezt jelenti a piktografikus nevük is, erős, cselekedetek, káosz. Tehát a káosz erejének a cselekedetei. E máh szóba ered, mely rémületet vagy rettegést jelent. Ők voltak tehát az emeusok, amik szintén egy óriás termetű nép, ugyanúgy, ahogyan az anákok a 11-esben azt folytatja, hogy óriásoknak állítatnak vala azok is, ez Refaim, mint az anákok és a moábiták emeknek hívják őket. Ez az emek, ez ugyanaz az emim szó, amit Emeus. Úgy tűnik, hogy ezek az emberek megkülönböztettek mindenféle fajokat az óriáson belül. Az egyik ez az emim, a másik pedig a Nephilimről Nefilimről már olvastunk, és az Anakim szintén ezek közül egyik. Ugyanúgy, ahogy Hanok írja, azt mondja, hogy különböző utódokat nemzettek, óriások, Nefilim, Eliud. Mosé vagy Mózes azt mondja, hogy óriások földének tartották azt. Itt ugye az őseikről beszél, az izraeliták őseiről. Ez az óriás, ez nem más, mint Refaim. Ez pedig egy hanáni óriás termetű nép, utolsó képviselőit, Dawid idejében írtották ki. Refeusoknak hívja a Károli. Terefaim a szóba ered, holtak szellemei, árnyak, szó szerint, akik már alászálltak, meg erőtlenedtek. És ez a Rafa szóba, amely leereszt, leenged, lehanyatlik, lecsügged, vagy lelankad, összeesik szóból ered. Tehát ezt a Refaim földének tartották, óriások laktak azon régen, Refaim ez az óriás, akiket az ammoniták zanzumoknak hívtak. Ez itt zamzumim. vagy ugye Refaim, ez egy óriás nép, ammonita neve, ez a zanzumi, talán azonos a zuzeusokkal. A nép nagy, sok, szálas vagy erős, amit már megnéztük, valamint az anákok, de kivesztette őket Jahua, azok színe elől, a moabiták, lótfiai, hogy bírják azoknak örökségét és lakjanak azoknak helyén. Itt van ez a terület, amiről szó van, és azt szeretném, hogyha mindenki megjegyezné, hogy melyik az a terület, ahol járunk és jártunk eddig. Amiképpen cselekedett Ézsau fiaival is, akik Szeírhegyén laknak, amikor kiveszté előlük a horeusokat, hogy bírják azoknak örökségét és lakjanak azoknak helyén minden mai napig. Ez a horeus, vagy a hari, ez barlanglakót jelent. Az avveusokat is, akik falvakban laknak vala gázáig, kiirtották a kaftoreusok, akik kijöttek vala kaftorból és lakának azoknak helyén. A harc tehát mindvégig az úgynevezett ígéret földjén zajlik, ami Hanán. Ez az, ahol ezek a különböző óriás népek élnek. Vilám gyorsan mutassa meg, hogy mi az, amit jubileumok könyve ír erről a 21-es versben, a 7. fejezetben, mert emiatt a három dolog miatt jött az özönvíz a földre, nevezetesen a fajtalankodás miatt, amiben a vigyázók vagy a Malakim az angyalok elrendelt törvényük ellen cselekedtek, amikor az emberek lányai után mentek paráználkodva, és feleségeket vettek ki ki, amint választott magát, és általuk kezdődött minden tisztátalanság. És fiakat szültek a nefilimet, és azok mind különböztek egymástól, és felették egymást, az óriások ölték a nefélt, ez ugye a nefilim a többes száma a nefélnek. A nefil ölte az eljót, és az eljó az embereket, egyik ember pedig a másikat. Már az imént is olvashattuk, de itt megismétli a 24-es versben, hogy ezek után védkeztek a vadállatok, a madarak, és minden mozgó ellen a földön, és sok vér betöltötte a földet, és az ember minden gondolata, képzelete és vágya folyton csak gonosz volt. Azt mondja a Kánon 1. Mózes 6. 5-ben, hogy látálja hova, hogy megsokasult az ember gonossága a Földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz. Tehát egyetért ez a három könyv. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat. Halleluja és Salom!